Az elmúlt évben hirdették meg a Vidékfejlesztési Minisztérium támogatásával a Legszebb Konyhakertek című programot, amelyhez csatlakozott Tiszafüred önkormányzata is. A program céljáról, lebonyolításáról és egyéb aktuális politikai történésekről kérdeztük Virág Tibor önkormányzati képviselőt. Eredetileg csak egy pályázatról szerettünk volna képviselő úrral beszélgetni, de aztán összegyűltek a mondani valók és a témák is. De kezdjük azért ezzel a bizonyos Legszebb Konyhakert pályázattal. Talán ön van megbízva a képviselőtestületben ennek a gondozásával. Mi a pályázat tartalma, lényege? Igen, tehát mint a neve is mondja, a Legszebb Konyhakertet keressük. Most már Tiszafüreden is. Ez egy karcaki kezdeményezés, a tavalyi évben indult, és olyan sikeres volt, hogy az idei évben már 50 önkormányzat csatlakozott ehhez a felhíváshoz. Minden önkormányzat maga folytatja le a saját vetélkedőjét, úgymond, és a legeredményesebbek, a legjobb pályamunkák, a legszebb kertek, azok egy országos megmérettetésen is részt vesznek aztán. Tehát ez úgy néz ki, hogy a legszebb konyhakertet keressük. Itt Füreden meg speciálisan tényleg csak ezt, mert eredetileg 5 kategóriában hirdetik meg ezt a versenyt a más településeken, akik mondjuk már tavaly is részt vettek. Ezek a kategóriák a balkon, ami ugye erkélyt jelent ebben az esetben, a mini kertek, a normál kertek. A mini kert az a 10 és 50 négyzetméter közötti kis kert, a normál kert az az 50 négyzetméter fölötti kert, és van a zárt kert, egy zárt kert, 2 kategória, ezek a gyümölcsösök és a zöldségesek, ugye ezek a nagy kertek, tehát ebben a 2 kategóriában Tiszafüred nem hirdeti meg első évben, tehát idén a versenyt. Tehát Tiszafüreden a balkon kategóriában az 50 négyzetméter alatti és az 50 négyzetméter fölötti normál kert kategóriában hirdetjük meg ezt a versenyt. A balkon kategóriát érdekesnek találom, ugye, hogy ne zárják ki azokat, akik lakótelepen laknak, és érdekli őket a kertészet ilyen nagyon kicsi méretekben is. Igen, és hát azért ott is lehet érdekességeket, vagy szép növényeket nevelni. Egyébként a balkonnál az a, és akkor majd elmondom, hogy mik a nagyon egyszerű kritériumok vannak, a balkonnál az a kritérium, hogy legalább 5 ládában legalább 3 féle növényt termesszenek. Természetesen a virágok nem ide értendőek, itt a zöldségfélék, a gyógy és a fűszer növények értendők ebbe a kategóriába. Tehát ez a balkon, és a másik 2 kategória az 50 négyzetméter alatti és az 50 négyzetméter fölötti kerteknél pedig az a alapvető kritérium, hogy legalább 5 féle növény legyen abban a kertben, minimum 5 féle. Április 30-áig lehet Tiszafüreden jelentkezni erre a versenyre, a falugazdásznál, az Örvényi út 5 szám alatt, Bugán Péternél. Ez ugye a volt TIT épület, a művelődési házzal szemben, tehát megtalálható, nála lehet érdeklődni, vagy nálam is lehet érdeklődni. A verseny az maga nagyon egyszerű, semmi más nem kell csinálni, mint amit eddig is csináltak az emberek, meg kell művelni a kertet, vagy aki eddig esetleg nem művelte meg a kertjét, az most, hogyha benevez ebbe a versenybe, akkor megműveli a kertjét, elveteményezi a növényeket és gondozza őket. Arra figyel majd oda a zsűri, hogy locsolnak-e, és ha locsolnak, akkor milyen formán. A összegyűjtött esővíz ér a legtöbbet, ezt előre elmondhatom, tehát minél inkább az öko kertészkedés felé mozdul el valaki, annál jobban díjazzák. A fúrott kút vagy a csapvíz az nem annyira támogatott ebben a versenyben. A komposztálás, komposztál-e a kerttulajdonos, ez is fontos, és az, hogy permeteze. Illetve, hogyha permetez, akkor vezete róla permetezési naplót, és hogy szabályosan permeteze. Az, hogy milyen növényeket ültet, azt maga a tulajdonos választja ki? Vagy itt is van valami rangsor, hogy több pontot kapsz, ha nem tudom én paradicsomat ültetsz? Hát a tulajdonos választja ki. Nem állt még fel a zsűri, az biztos, hogy a falugazdász benne lesz, tehát a szakmaiság az képviselve lesz a zsűriben. Attól is függ majd, hogy hány fős lesz a zsűri, hogy hányan jelentkeznek. Nyilván, hogyha nagyon sok érdeklődő van, nagyon sokan jelentkeznek, akkor egy nagyobb létszámú zsűri, akár csoportokra osztva fogja a kerteket ellenőrizni. Hogyha esetleg kisebb az érdeklődés, akkor 3-5 fős zsűri elképzelhető, hogy meg tudja majd oldani ezt a feladatot. Tehát a kérdésre válaszolva, ezt minden kerttulajdonos maga dönti el.
Hát ugye itt, hogyha valaki egzotikus növényt termeszt, lehet, hogy emiatt kap majd pluszpontot. Ha valaki a hagyományos ősi fajtákhoz nyúl, lehet, hogy ezért kap. Tehát ez kreativitás kérdése, meg hát majd a zsűri mit fog értékelni. Én ezt előre nem is szeretném, meg nem is tudom elárulni. Egy időpontot már mondott, ami fontos, április 30-a a jelentkezési határidő. Maga a verseny időtartama az a nyári időszak, vagy a betakarítási tartalma? Szeptember 10-éig kell lezárni a verseny, tehát a helyi zsűrinek szeptember 10-éig el kell döntenie a sorrendet, mert utána jelenteni kell a Karcagra, a központba, hogy itt Tiszafüreden mi lett az eredmény, és ugye az első helyezettek tovább jutnak az országos vetélkedésre. Egyébként fénykép dokumentáció készül, két bejárás van, tehát ez is fontos, hogy minimum kettő bejárása van ezeknek a kerteknek, egy még valamikor május-júniusban, egy pedig ott augusztus környékén. Ekkor a zsűri tagjai ugye fényképeket is készítenek, illetve hogyha a kert tulajdonos hozzájárul, és mondjuk esélyesnek tűnik a kertje, ez azért nyilván látszik, akkor akár videó is készülhet a kertről, és ezzel a dokumentációval lehet aztán az országos versenyen részt venni. Van egy olyan kategória, hogy Tiszafüred legszebb balkonja, tehát itt helyileg valamiféle értékelés vagy rangsorra fölállítanak majd? Természetesen minden résztvevő oklevelet fog kapni, egy központi oklevelet, ami ugye egységes lesz az országban minden településen, annyi az eltérés, hogy minden település címere a helyi oklevélen majd szerepelni fog, illetve a résztvevő neve. És minden kategóriában az első három helyezettet még külön díjazzák, külön elismerő oklevéllel, illetve ugye pénzjutalmat is lehetne adni, vagy tárgyjutalmakat, ezt minden település maga dönti el, hogy oldja meg. Hát sajnos az a jellemzőbb, hogy pénzjutalmat nem nagyon tudnak adni más településeken sem, így ezt most már előre megmondhatom, hogy Tiszafüreden sem pénzjutalom lesz, de igyekszünk majd minél több tárgyjutalmat kiosztani az eredményesek között, bár a Kovács Szilvia, a karcagi főszervező elmondta, hogy náluk az első év tapasztalata az volt, hogy szinte minden kerttulajdonos azt nyilatkozta, hogy nem a díjazásért, nem azért csinálja, hogy valamit adjanak neki, hanem hogy meg tudja mutatni, hogy ő mit csinált a kertjében. Tehát egyszerűen az erkölcsi elismerésért. Van valami elképzelésük, hogy mekkora lehet itt az érdeklődés? Hiszen ez most legelőször indul el, lehet, hogy csak 5-en jelentkeznek, lehet, hogy 500-an, tehát valamiféle elképzelésük van arra, hogy érdemes-e itt egyáltalán Füreden ezt megrendezni? Hát körülbelül annyi, mint önnek. Azért remélem, hogy nem 5-en jelentkeznek, azt meg nem hiszem, hogy 500-an. Én is kíváncsian várom. Nyilván első év biztos, hogy be kell indulnia, tehát én bármennyien jelentkeznek, örülni fogok neki, ezt nem úgy szánjuk, hogy egy alkalom és utána soha többet nem, hanem ezt úgy gondoljuk, hogy most elindul és utána minden évben lesz. Ez nem kíván nagy pénzmozgás, tehát nem kíván nagy terhet az önkormányzattól, se senkitől se, ez egyszerűen szervezés és odafigyelés kérdése. És szerintem, hogyha ebben az évben valahányan jelentkeznek, és ez sikeres lesz, ennek híre megy, akkor jövőre többen fognak jelentkezni, mert a cél az lenne, ez a Vidékfejlesztési Minisztérium által támogatott program, Fazekas Sándor személyesen áll ez a ügy mellett, ennek az a lényege, hogy az emberek műveljék meg a kertjeiket, mert nagyon szomorú az most Magyarországon, hogy sikerült azt elérniük a politikának és a multiknak, hogy már répát sem termelnek otthon az emberek, mert a multinál megveszi nagyon olcsón. De nem tudja, hogy honnan van, nem tudja, hogy mivel permetezték, mivel kezelték, otthon pedig ugye füvet nyírunk. Sajnos én magam is. De én is elkezdem. Egyébként próbálkoztam eddig is a kerttel, de igyekszem majd minél jobban. Elmondta Fazekas Sándor úr pont az Agrársajtóklubban, amiről beszéltünk, hogy egy dunántúli faluban jártak, ahol felmentek a templom dombra, mert onnan be lehetett látni az egész falut a polgármesterre, mert találgatták, hogy vajon hány kertet művelnek meg, és faluról beszélünk. Alig volt egy pár megművelt kert. Tehát leszoktatták az embereket arról, hogy foglalkozzanak a kertjükkel. Most próbáljuk egy kicsit elérni, hogy újra forduljanak oda-vissza, mert azért van annak értelme. Hát az élelmiszeregészségügyről még azt hiszem érdemes lenne beszélni, ha nem is pont képviselő úrral.
Lehet, hogy a tisztifőorvosasszony erről a témáról talán alaposabban vagy szakszerűbben tudna beszélgetni. Mikor térhetünk vissza erre a pályázatra? Itt helyben valamiféle értékelésre, szeptember vége felé esetleg? Hát én remélem, hogy folyamatosan tudunk esetleg hírt adni, hogyha ugye április 30-a a jelentkezési határidő, és akkor megismétlem, hogy a Falugazdásznál Bugán Péternél az Örvényi út 5 alatt lehet jelentkezni, vagy nálam. Szerintem akár a jelentkezési határidő után a magával a falugazdásszal is lehetne erről beszélgetni, hányan jelentkeztek, mekkora volt az érdeklődés, és akár a szemlék után is, ugye 2 szemle lesz, mint ahogy mondtam, majd valamikor májusban, esetleg június elején, és utána augusztusban körülbelül. Tehát köszönöm szépen a javaslatát, szerintem... akkor szeretnénk azért visszatérni erre a témára. Van egy másik dolog, amely részben a kertművelés vagy földműveléshez kapcsolódik, ez pedig egy búzaszentelő esemény. Mi ez pontosan? Igen, a helyi gazdakör elnöke Márkus László kért meg, hogy ha már úgyis agrártémáról beszélek, akkor mondjam el, hogy április 28-án az országos gazdaköri búzaszentelőt tartják Tiszafüreden, tehát ez egy országos esemény. A programról most előzetesen én annyit szeretnék elmondani, hogy a katolikus templomban lesz 11 órakor egy mise, és utána 12 órakor egy körmenet a búzaföldekre. Tehát, hogyha valaki érdeklődik, akkor 11 órakor április 28-án a katolikus templomban. Köszönjük szépen, de reméljük másfajta csatornákon is eljut azért a hír. Bízom azokhoz, akik érdeklődnek. A beszélgetés végén hagyj kérdezzem meg, hogy van képviselő úr? Mi újság a képviselőtestülettel? Elég régen volt már képviselőtestületi ülés. Hogy vannak, mit csinálnak éppen? Hát igen, ugye múlt héten közösen voltunk, hát hogy mondjam, tanúi vagy részben szenvedői az Adósságrendezési Bizottság furcsa ülésének, és hát szeretnék erről beszélni mindenképpen. Meg erről is, hogy régen volt már testületi ülés. Hát testületi ülés, rendkívüli testületi ülés az szinte 3 naponta kerül összehívásra. Aztán vagy eredményesen, vagy nem, ez más kérdés. Ennek is megvan a miértje. De akkor először talán a múlt heti élményünk, mert az még mélyen bennem van. Ugye az Adósságrendezési Bizottság felállt elég hamar az adósságrendezés bejelentése után, ahogy azt a törvény előírja, 5 fővel, ennek az elnöke a pénzügyi gondnok, és ülésezett többször. Nyílt üléseket tartott, nyilván, hogyha olyan téma, akkor zárt ülést, amit a törvény előír. Az önkormányzati törvény szerint az önkormányzat bizottságain minden képviselőtestületi tag részt vehet az üléseken. Ha tagja a bizottságnak, akkor nyilván szavazati joggal, ha nem, akkor tárgyalási, tehát hozzászólhat. A véleményt nyilváníthat, de nem szavazhat. Most számomra már az is meglepő volt, hogy 2 hónappal az Adósságrendezési Bizottság felállítása után, vagy az adósságrendezés megindítása után az Adósságrendezési Bizottság napirendjei között szerepelt egy olyan, hogy az Adósságrendezési Bizottság hatásköreinek felülvizsgálata, illetve megállapítása, nem is tudom, hogy volt szó szerint, de hát elég érdekes, hogy 2 hónap után jut el oda a bizottság, vagy a bizottság elnöke, hogy tisztázza, hogy tulajdonképpen mi is a hatásköre. Ebből már, vagy erről már az első testületi ülésen is volt szó, ugye pont én firtattam, hogy az adósságrendezési törvény szerint gazdasági kérdésekben, olyan kérdésekben, aminek pénzügyi vonzata van, az Adósságrendezési Bizottság dönt. Nem egyszerűen csak véleményt formál, és ezt a testület tudomására juttatja, hanem dönt ilyen kérdésekben. Akkor... Ez azt jelenti, hogy dönt, pont, és a képviselőtestület ezután már ebben az ügyben nem is kell, hogy vélemény nyilvánítson? Hát én nem vagyok jogász, bár már ugye megkaptam, hogy miért jogászkodok mindig. Akkor is elmondtam, most is elmondom, én csak kényszerből próbálok jogot értelmezni, mert nem kapjuk meg a megfelelő segítséget a jegyzőtől ebben. És én nem is merném ezt kijelenteni, hogy a testület nem dönthet ugyanezekben a kérdésekben. Ez már tényleg jogászi kérdés, lehet, hogy még ők sem tudnának ebben megegyezni, de hogy az Adósságrendezési Bizottságnak döntenie kell, az biztos. Ehhez képest nekünk volt olyan testületi ülésünk, amit nem is előzött meg Adósságrendezési Bizottsági ülés.
pedig tárgyaltunk olyan kérdésekről is, aminek volt pénzügyi vonzata. Erre ugye az volt a válasz, hogy a gondnok úr nem tartotta fontosnak, ő leírta a saját véleményét. Ebben a pillanatban hogy érzi? Egyértelműek itt a hatáskörök? A pénzügyi gondnoké, az adósságrendezési bizottságé és a képviselőtestületé? Nem. Egyértelműen az a válaszom, hogy nem. Ugye ez a múlt heti történet, ez, ami engem végül is úgy mélyebben érintett, vagy hát többek között ez is. Múlt héten is volt adósságrendezési bizottsági ülés, amire a képviselőtestület tagjai nem kaptak meghívót, holott eddig mindig kaptunk meghívót. Természetesen tudomást szereztem róla, mert hát beszélek képviselőkkel, akik viszont tagjai ennek a bizottságnak, és elmentem erre az ülésre. És ott ugye az történt, hogy a pénzügyi gondnok úr bejelentette, hogy akkor ők most öten zárt körű megbeszélést tartanak, még a képviselők sem vehetnek rajta részt. És el kellett hagynunk a termet. Ez innestől kezdve szerintem teljesen törvénytelen. Mert ez nagyon rosszul esett képviselő úrnak, hiszen igen, a város ügyeiben a legfőbb döntéshozó testület mégiscsak a képviselők. Igen, csoport. És hangsúlyozom, hogy nem a személyes... Tehát nem az én lelkemmel van a probléma, hogy az én lelkemnek rosszul esik, hanem azzal van a probléma, hogy a város ügyeiről beszélnek úgy, hogy a képviselőket kizárják. A 12 tagú képviselő testületből 3-an ülhetnek bent ugye a polgármester és 2 testületi tag. 9 embert kizárnak. És ez szerintem a város lakóinak rossz. Mert hogy ők választottak meg bennünket azért, hogy ott képviseljük az érdekeiket. De nem tudjuk képviselni az érdekeiket, sőt, nem is tudhatjuk meg, hogy ott bent mit beszéltek. És szerintem ez teljesen törvénytelen. Utána, ugye, amikor már nyílt volt az ülés, én megpróbáltam tisztázni, hogy a képviselőket akkor most meghívják, vagy nem hívják meg. A gondnok úr egyértelműen azt mondta, hogy a jövőben nem fogják meghívni a képviselőket a bizottsági ülésekre. Azt éppen nem mondta, hogy nem mehetünk be, amikor nyílt, de azt most is elmondta, és máskor is, hogy nekünk itt nincs beleszólásunk a dolgokba. Szerintem ez is törvénytelen. Tehát olyan nincs, hogy egy képviselő egy bizottsági ülésen nem szólhat hozzá. Nem szavazhat, ez tény, de hozzászólhat. Tehát szerintem nincs, és ez nagyon aggasztó, mert nagyon súlyos kérdésekről kell most dönteni. A válságköltségvetésről, arról, hogy mi kerül bele, mik a kötelező feladatok, mik a nem kötelező feladatok. Ebben is folyamatos nézetkülönbség van, mert a pénzügyi gondnok, és hát talán mondhatom, hogy a polgármester és a jegyző is próbál szigorúan csak az adósságrendezési törvényben leírtakhoz ragaszkodni. Az adósságrendezési törvénynek van egy melléklete, ami felsorolja a kötelező önkormányzati feladatokat. De arról mindenki elfeledkezik, hogy az a mondat, hogy mi a kötelező önkormányzati feladat, az nem tudom szó szerint idézni, de körülbelül úgy szól ebben a törvényben, hogy az e törvény mellékletében felsorolt feladatok, vessző és a más törvényekben kötelező feladatként megjelölt feladatok. Tartalmilag ez a mondat. De a más törvényekben felsorolt feladatokról mindig megfeledkeznek. Amikor azt mondom, hogy az adósságrendezési törvényben a gépjárművek parkolásának a megoldása kötelező feladat, gondolok itt az örvényi temetőre, akkor az a válasz, hogy nincs benne az adósságrendezési törvényben. Vagy amikor azt mondom, hogy a szabadstrand üzemeltetése kötelező feladat, mert a turizmussal foglalkozni kötelező feladat, hát az nincs leírva, hogy ezt szabadstrandot kell üzemeltetni. Vagy amikor azt mondom, hogy a halasnapok megrendezése szerintem kötelező feladatként betudható, mert szintén a turizmushoz tartozik. Ráadásul az állam támogatja, mert az idegenforgalmi adó minden forintja mellé 1,5 forintot ad. Ez meglepetés volt a számomra, hogy képviselő úr milyen irányból közelíti meg a halasnapokat, ami még mindig egy kicsit kérdőjeles a számunkra. Számomra is. Bár a képviselőtestület többször elmondta, hogy halasnapokat mindenképpen szeretné megrendezni. Én magam is azt mondtam, hogy legyen akkor pályázat, tehát próbáljuk egy vállalkozónak kiadni, hogyha lesz rá jelentkező, ha ez nem lesz sikeres, akkor pedig tegyük be a válságköltségvetésbe. A pályázat lefolytattuk a pályázatot, sikeresnek nyilvánítottuk, győztest hirdettünk, ez múlt hét pénteken történt, most ma, amikor beszélgetünk, ugye szerda van,
akkor azt határozta a testület, hogy keddig, tehát bő egy hét volt rá, a polgármester kösse meg a szerződést. A szerződést konkrétan a testület nem szövegezte meg, de nem is feladata, hogy egy szerződést megszövegezzem, de a szerződést tartalmilag megbeszéltük testületi ülésen. Én tegnap délután úgy informálódtam a vállalkozótól, hogy 4 óra körül kapott egy szerződést tervezetet. Tehát nem került aláírásra a szerződés. Én nagyon bízok benne, hogy aláírásra kerül, de nem értem, hogy egy hét alatt hogy nem lehetett odáig eljutni, hogy legalább egy tervezet eljusson a vállalkozóhoz, hogy legalább legyen miről egyeztetni. Tehát számomra ez aggasztó. A halasnapokkal kapcsolatban is, és egyébként is nagyon jellemző, hogy mindent az utolsó pillanatra hagyja a hivatal. Vagy mondjam, akkor személy szerint a polgármestert és a jegyzőt. 2 olyan törvényességi felhívás is volt, ami itt volt több héten, de mondhatom, hogy hónapon keresztül az önkormányzatnál, tehát a hivatalban megérkezett a kormányhivataltól, és például az egyik a vagyonrendelettel kapcsolatos törvényességi felhívás, megvizsgálta a kormányhivatal a vagyonrendeletünket, és hát legalább 2 vagy 3 oldalon keresztül taglalták körülbelül 10 pontban, hogy hány törvénytelenség van benne. Ami nem kell mondanom, hogy kinek a munkáját minősíti. A törvényességnek ki az őre a városban, a jegyző. És úgy került be egy rendkívüli testületi ülésre, hogy előző nap késő délután kaptuk meg a meghívót és az anyagot, hogy másnap délelőtt reggel tárgyaljuk meg a vagyonrendeletet. Hát ez szerintem nemhogy komolytalan, de felelőtlen. Tehát egy vagyonrendeletet, a város vagyonáról szóló rendeletet nem lehet így kezelni. Akkor úgy döntött a testület, hogy a törvényességi felhívást tudomásul veszi, és az abban foglaltakat ki fogja javítani, de nem akkor, mert hogy nem volt időnk felkészülni. Azóta volt testületi ülés, a vagyonrendeletnek se híre, se hangva nem került vissza. Nem tudom, hogy mikor fog visszakerülni. A másik, szintén egy törvényességi felhívása, a ominózus november 30-ai testületi üléssel kapcsolatos, amit ha jól emlékszem, de elnézést, ha dátumban tévedek, január 18-án küldött meg a kormányhivatal, ugye február 4-e óta van jegyző, van polgármester, mint megtudtuk az előterjesztésből, február 22-én a jegyző kérte a válaszadási határidő meghosszabbítását, ez március 31-re meg is hosszabbította a kormányhivatal, és utolsó alkalom, tehát múlt hét csütörtökön, amikor még 31-ébe belefértünk volna, délután 17:30 kaptunk meghívót másnap reggel 8 órára testületi ülésre, hogy ezt az egy napi rendet tárgyaljuk. Erre megint azt tudom kérdezni, hogy 2 hónapig mi történt? Képviselő úr kérdéseire természetesen nem én tudok. Természetesen nem ezek én költői tudok válaszolni. Kérdések. Én csak vissza tudok kérdezni arra, amit elmondott, hogy van olyan hivatal vagy tanácsadó testület, aki tud arra válaszolni, hogy a képviselők az Adósságrendezési Bizottság ülésén hogyan és milyen formában vehetnek részt? Hát a kormányhivatal vagy a bíróság, én azt gondolom. Én ezzel a múlt heti üléssel kapcsolatban kértem a szó szerinti jegyzőkönyvet Spisák Györgytől, és kértem a jogi állásfoglalását ezzel kapcsolatban, mert ő ott a testületi ülésen nem kívánt hozzászólni, bár én jeleztem, hogy szerintem kellene észrevételt tennie. Az volt a válasza, hogy majd akkor tesz észrevételt, hogyha ő úgy gondolja. Kértem, hogy írásban akkor adjon egy jogi állásfoglalást. Az volt a válasz, hogy majd 15 napon belül, mert hogy a törvény azt írja elő, hogy 15 napon belül kell a jegyzőkönyveket elkészíteni. De egyébként még azt mindenképpen szeretném elmondani, erről jutott eszembe a 15 napon belüli jegyzőkönyvről, hogy 2 soros testületi ülésünk maradt el mindenféle indoklás nélkül, egyszerűen, mintha nem is létezne munkarendünk, nem kaptunk meghívót, egyszerűen nincs soros testületi ülés. Ezzel megint csak az a probléma, hogy az ilyen délután összehívott, másnap reggelre összehívott ülések nem alkalmasak arra, hogy teljes mélységében tárgyaljunk minden napi rendet, és azon felül megint nem a képviselők lelkével van a gond, hanem azzal, hogy a választópolgárokat sem tudjuk képviselni.
mert a soros üléseken lehet interpellálni például. De ez most már februárban és márciusban elmaradt. Tehát ha valakinek problémája van, megkeresett egy képviselőt, ezt nem tudja a képviselő interpellációval elmondani. Erre a kérdésre, hogy miért nincsen soros ülés, az volt a válasz, hogy tényleg nincs, tényleg elmaradt. Tehát ez kicsit komolytalan. A másik pedig a jegyzőkönyvekkel kapcsolatban, tehát hogy volt egy időszak most az elmúlt hónapokban, amikor a lakossági fórumok érték egymást, nagyon fontos volt tájékoztatni mindenről a lakosságot. És most ez már nem tűnik fontosnak. Ha most valaki felmegy Tiszafüred város honlapjára, és megnézi a jegyzőkönyveket, november 7-i testületi ülés jegyzőkönyve az utolsó, ami megtalálható. Lassan fél év telik el, november 7-e óta. Hol vannak a jegyzőkönyvek? 15 napon belül el kell készíteni. Megint nem önt kérdezem, de egyébként testületi ülésen is ugyanez a válasz, a csend. Tehát egyszerűen érthetetlen, hogy most miért nem fontos a lakosságot tájékoztatni. Miért nem tudhatják meg az emberek, hogy mi történik a testületi ülésen. Miért nem olvashatják el? Mert ott minden megvan, minden szó, hogy ki mit mondott. És egyébként ez a képviselők munkáját is akadályozza, mert nagyon sokszor nekünk is vissza kellene nyúlnunk előző testületi ülésekhez, hogy ott mi volt a vitában, ki mit mondott, hogyan szavaztunk, hogyan született meg egy döntés, de egyszerűen nem férünk hozzá a jegyzőkönyvekhez, mert ha elkészültek, akkor egy gomnyomás lenne feltenni. Ha nem készültek el, akkor hol van a 15 napos határidő? Az elég szomorú lenne, hogyha nem készültek volna el. Látszik, hogy régen beszélgettünk képviselő úrral. Most igen. Hirtelen mindazt az utóbbi hónap összes panaszát és kérdését föltette nekünk, a riporternek és a televízió nézőinek. Hát igen, ezek olyan levegőbe mondott kérdések, inkább nyilván nem önnek szánom. Még egy dologra szeretnék, hogyha szabad mindenképpen, a válságköltségvetéssel kapcsolatban szeretnék még egy-két mondatot. Ahogy a válság, tehát az adósságrendezési bizottság felállt, meg az adósságrendezés elindult, ugye 30 napon belül a válság költségvetés a törvények szerint benyújtásra került. Erről önök is hirtattak, akkor két költségvetés. Az úgynevezett első forduló. Igen, tehát elfogadtunk egy normál költségvetést azért, hogy az állami normatívákat le tudjuk hívni, és a válság költségvetés akkor nagyságrendileg olyan 100 millió forintos minusszal, hiánnyal lett első fordulóban tárgyalva, azzal, hogy még az intézmények tegyenek javaslatot, meg hát még dolgozni kell ezen. Azóta megint eltelt több mint egy hónap, a válságköltségvetésnek se híre, se hangva, még munkaközi anyagot se láttunk, és ugye vészesen közeleg a határidő, amíg el kell fogadni, mert hogy 90 napon belül mindenképpen el kell fogadni a válságköltségvetést. Ez május eleje, igen, elsője, második. Igen, de hát nem célszerű addig kihúzni. Kinek a célja? Tehát most a tendenciákat itt Füreden nézve utolsó nap fogjuk elfogadni, úgy, hogy előző nap este fogjuk megkapni. Én ezt jósolom. De hogy ez kinek a célja, és miért jó ez? Ez nem jó a hitelezők felé, nem jó üzenet. Nem tudunk miről beszélni. Ha ne adj Isten, kicsúszunk a határidőből, véletlenül vagy gondolni sem merek rá, hogy valaki esetleg szándékosan tenné ezt, akkor az annyit jelent, hogy nincs tovább tárgyalás, azonnal vagyonfelosztás. De miért nem tárgyaljuk? Tehát ez is egy kicsit érthetetlen, arról nem beszélve, hogy a pályázatok teljesen megakadtak emiatt, ami ugye azokon a lakossági fórumokon nagyon sok rémhír elhangzott, hogy nem lesz ez se, meg az se, többek között pályázatok se, de ez nem igaz ebben a formában. Abátszalókon is mennek a pályázatok, sőt új pályázatokat adtak be, ennek van egy formája, külön miniszteri engedély kell hozzá. A miniszteri engedélyhez be kell adni bizonyos dokumentumokat. Ehhez kellene válságköltségvetés. De mivel mi még csak nem is tárgyaljuk, a pályázatokban nem tudunk előrelépni, megálltak, a közreműködő szervezetek, az NFÜ kérdezi, hogy mi van Tiszafüreden, mit tegyen, minden kifizetést felfüggesztettek, ez nagyon kellemetlen ugye annak, aki dolgozott, de nem kap pénzt, kellemetlen a városnak, és még kellemetlenebb lesz, ha nehogy Isten szabálytalansági eljárás miatt felmondják a támogatási szerződéseket. Gondoljunk bele, hogy egy 300 millió forintos csapadékvizes projektnél vissza kell fizetni a 300 millió forintot.
Vagy egy 350 millió forintos gimnázium felújításnál vissza kell fizetni a 350 millió forintot. Azért, mert nincs válságköltségvetés, és nem tudunk egy dokumentumot benyújtani. Örülök neki, hogy a pályázatokat is szóba hozta képviselő úr. Nem régen volt a nagy sikerű Abátszalóki Böllér Fesztivál, ahol sok tiszafüredi szokott megfordulni, és ott azonnal fölmerült a kérdés, hogy Abátszalók az adósság rendezés ideje alatt hogyan, miből, milyen formában tud ilyenfajta fesztiválokat rendezni. Lehet, hogy megtalálták azt a lehetőségét, vagy a pályázati lehetőséget. Az Adósságrendezési Bizottság ülésen is szóba került az, hogy a pályázatok önerejével van itt a probléma. Itt van valami továbblépési lehetőség, tehát az önerő biztosításában kidönt, vagy lesz-e rá pénz, vagy szerepelhet-e a válságköltségvetésben? Erről nekem ugye van véleményem, de szinte biztos vagyok benne, hogy nem egyezik a pénzügyi gondnok véleményével. Én azt se állítom, hogy nekem van igazam, de mivel én így gondolom, ezért a saját szemszögemből nyilván nekem van igazam. Az, hogy Abátszalók miért tud boldogulni az adósságrendezés alatt, szerintem nagyon egyszerű. Nekem édesapám mindig azt mondta, hogy lehetetlen, nincsen csak tehetetlen ember. Ez szándék kérdése. Ha valaki boldogulni akar, akkor boldogul. Ha valaki azt nézi, hogy hogyan nem lehet valamit megoldani, akkor meg fogja találni, hogy miért nem oldja meg. Tehát kifogásokat mindig lehet találni mindenre. Ez egyszerű hozzáállás kérdése. Keressük a megoldást, vagy nem keressük. Úgy értelmezzük a törvényt, hogy nem kötelező, vagy megnézzük, hogy miért kötelező az a feladat. És bebizonyítjuk, hogy az. Szerintem ez ennyire egyszerű. Nyilván bebizonyítani nem, de maga az elv. Akarjuk, vagy nem akarjuk. Ez csak ezen múlik. Elnézést a második része a kérdésnek. Az önerő. Ja, az önerő, igen, a pályázatok önereje. Igen, igen, igen. Amikor egy támogatási szerződést aláír egy pályázó, abban, ha önerő van a pályázathoz, tehát nem 100%-os intenzitású, akkor vállalja az önerőt. Innestől kezdve számomra ez nem kérdés, hogy az önerőt kell-e biztosítanunk, vagy nem. Az egy másik kérdés, hogy mi a forrása. Ugye a mi pályázatainknak a kötvény volt a forrása, de a kötvényről ugye most körülbelül lemondhatunk. Most nagyjából ezt ki lehet jelenteni, de egyébként ez nem az adósságrendezéssel összefüggő dolog, mert már legalább egy évvel előtte zárolták. Tehát a mi képviselőtestületünk még nem igazán vett a kötvényből ki egy fillért se pályázatokra, legalábbis új pályázatokra nem, mert mindig az volt a válasz, hogy nincs. A 100%-os támogatású pályázatoknál pedig ez nem is lehet kérdés, de ezekben a pályázatokban sem léptünk előre, mert ezekben sem adta be az önkormányzat azokat a bizonyos dokumentumokat, tehát ez a probléma. Az önerős pályázatoknál pedig, ha nincs kötvény, akkor a költségvetésben kell erre forrás biztosítani. Ez nem kérdés, tehát ez nem lehet kérdés, hogy 15 millió vagy 10 millió forintot biztosítunk önerőként, vagy visszafizetünk 350 milliót. Képviselő úr, köszönöm szépen, hogy beszélgettünk sok mindenről, és a testület ügyeiről is. Azok a kérdések, amiket most itt ketten nem tudtunk megválaszolni, természetesen föltesszük majd az illetékesnek is, legalábbis a Spisák György jegyző úrnak. Köszönöm szépen, hogy beszélgettünk, és üljünk le gyakrabban ehhez az asztalhoz. Én köszönöm a lehetőséget, és remélem, hogy a nézők a sok gond között azért megjegyezték, ami a beszélgetés elején hangzott el, hogy a legszebb konyhakert pályázatra vetélkedőre április 30-áig lehet jelentkezni a Falugazdásznál, vagy pedig nálam. Köszönöm szépen. Köszönöm.